Most magyarul folytatjuk, tehát üdvözlöm a sajtóképviselőit. Az MKP eddigi legsikeresebb petíciós akciója, vagy petíciója, ez a mai témánk. Őri Péter, a petíció koordinátora, és Forró Krisztián, a kampányfőnök fogja tájékoztatni a sajtóképviselőit. Tessék! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is még egyszer üdvözlöm Önöket. A mai sajtótájékoztatónknak az a célja, hogy bejelentsük azt, hogy a Magyar Közösség pártjának eddigi legsikeresebb petíciós aláírásgyűjtéses akciója zajlik, még a továbbiakban is. Zajlik, hiszen elértük az a több mint 80 ezer aláírást, amit úgy gondolok, hogy történelmi siker, hiszen ez idáig a magyar közösség tagjai részéről, de nem csak magyarok írják alá, ez elhangzott az előzőekben, hanem szlovákok, romák és más nemzetiségűek is. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar közösség és a magyar közösség pártja részéről minden idők legsikeresebb petíciós akciója zajlik, és hangsúlyozom, hogy elértük a 80 ezres lélektani határt, ami egy óriási eredmény. Ez is bizonyítja, hogy azok a kérdéskörök, amelyeket megfogalmaztunk az aláírásgyűjtésben, azok valóban olyan kérdések, amelyek érintik az embereket, érdeklik az embereket, és befolyásolni fogják az emberek jövőjét, a választópolgárok jövőjét. Ezért is volt fontos az, hogy tavaly ezt az akciónkat elindítottuk az aláírásgyűjtések terén. Ezt a bejelentést kívántuk megtenni, akkor Krisztián, gyere. Köszönöm szépen, Forró Krisztián, tessék. Még egyszer szép napot kívánok. Tavaly évben, novemberben meghirdettük azt, hogy a kampányunkat egész csak januárban indítjuk el, tekintettel arra, hogy számunkra a polgárok és az ő problémáik a fontosak. Most már kijelenthetjük, hogy ez egy jó döntés volt, ezt bizonyítják tulajdonképpen azok a polgárok, akik aláírták a petíciós ívünket, és akinek köszönhetően ez a legsikeresebb petíciós akció volt, amit az MKP, a Magyar Közösség Pártja elindított. Az, hogy ez olyan probléma vagy olyan kérdés, ami mindannyiunkat érint, bizonyítja az a tény is, hogy nem csak magyarok írták alá ezt a petíciót, hanem ugyanúgy szlovákok, romák és így tovább. Ez a siker bizonyítja azt, hogy az MKP politikája jó úton halad, mondhatjuk. A politikát nem kényelmes szalonokból, páhőkból intézzük, hanem közösen a választópolgárokkal. Kijelenthetjük, hogy a Magyar Közösség pártja egy modern pártá vált. Ez bizonyítja a jelölt listánk is, ahol nem csak tapasztalt politikusok, hanem főleg friss arcok szerepelnek. Érezzük a választók, illetve a polgárok támogatását. Bíztatnak bennünket, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy legyen erős magyar érdekképviselet a szlovák parlamentben. Kijelenthetjük, hogy ezt az üzenetet megértettük, a munkát elvégeztük, már csak egy kevés van hátra, és bátran kijelenthetjük, hogy készen állunk. Köszönöm szépen. Tessék, ha vannak kérdésekről lehetni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a szabad egy kiegészítést, a dolgot nem mondtunk el. Elsősorban szeretnénk megköszönni azoknak, akik támogatták a petíciós íveinket aláírásokkal, illetve mindazoknak, akik aktívan bekapcsolódtak és bekapcsolódnak a mai napig az aláírások gyűjtésébe, az aktivistáknak, akik napi szinten az utcát róják, sátrakat állítanak, rendezvényeket látogatnak meg, és kérik a polgárokat, hogy mondjanak véleményt abban a kérdéskörben, amely a petíciónkon szerepel. Úgyhogy hála és köszönet mind a két csoportnak, tehát az aláíróknak és mindazoknak, akik aktívan kapcsolódtak be abba a munkába, amelyet a Magyar Közösség pártjában tavaly elindítottunk. Úgyhogy köszönjük szépen a támogatásukat. Köszönöm, és most jöhetnek a kérdések. Szó volt arról, hogy a parlamentbe való bekerülés után a vonatkozó törvényi háttérnek a módosítását szeretnék elérni. Mert ezt egy kicsit konkrétizálni, hogy melyik törvényekre vonatkozó? Alapvetően az egész petíciónak ugye két célirányú volt. Az egyik az önkéntesség elvének bevezetése a migráns kérdésben, a másik pedig az önkéntesség kötelező érvényűségének bevezetése a helyi népszavazásokról szóló törvényben. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a választási törvénycsomagot mint olyat kell módosítani, hiszen a referendum a helyi népszavazás kérdése, és annak a
kötelező érvényűsége az be kell, hogy kerüljön ebbe a törvényi háttérbe, tehát az egész legislatív csomagba. Kezdeményezni fogjuk természetesen azt, hogy a helyi népszavazások, amennyiben sikerrel zárulnak névhasználatban, lásd Pered ügye, és még sorolhatnám, környezetvédelmi kérdésekben, de minden olyan kérdésben, ami a helyi közösséget érinti, az kötelező érvényű legyen az összes államigazgatási szerv, így a kormány részére is, és ez talán a legfontosabb üzenete, az egyik legfontosabb üzenete a petíciónknak, hiszen abszurd az a helyzet, hogy az emberek véleményt formálnak valamiről, kollektíve véleményt mondanak, és mégis elutasítják az ő véleményüket. Ez a demokrácia alapelveinek ellentmondó tevékenység ilyen formájában, mi úgy gondoljuk, hogy illenne betartani és figyelembe venni azt, hogy az adott település, vagy adott közösség, adott régiónak a véleménye egy adott kérdésben milyen, és ezt szeretnénk bevezetni. Nyilvánvalóan még egyszer mondom, törvénymódosítási javaslattal fogunk kérni a parlamentben. Még egy kiegészítő kérdés volt a dolog kapcsán, hogy ez 80 ezer, ez egy nagyon szép szám, tudjuk, hogy azt, hogy Magyarországon a négy szavazást fognak rendezni ebben a kérdésben. Két kérdés, az egyik esetleg, hogy megfontolják-e, amennyiben szintén egy népszavazásra irányuló petíció kiírását jövőben, vagy hogyha valaki más indítványozna ilyet, akkor megtámogatják. Én úgy gondolom, hogy az emberek hangja a mérvadó benne, tehát a 80 ezres aláírás szám az már ma azt mondja nekünk, hogy milyen irány, tehát mutatja nekünk, hogy milyen irányba kell mennünk. Amennyiben ilyen kezdeményezés lesz, és megfelelően van megfogalmazva, mert azért itt nüanszok lehetnek fogalmazásba, akkor én úgy gondolom, hogy az MKP-nak mellé kell állnia, hiszen az embereknek ez az akarata. Ugye más kérdés, hogy az elmúlt 4 évben, mivel ez a problémakör adott esetben nem állt fönn, ami a migrációt érinti, nem volt legitim háttere semmilyen döntésnek. Tehát egy pártpolitika vagy egy politikus anélkül formált véleményt, hogy meghallgatta volna a lakosság véleményét. Ez a petíció viszont pont arról szól, hogy esélyünk van arra, hogy meghallgassuk és meghallgattuk a lakosoknak, a polgároknak a véleményét. Más kérdés, hogy ugye a közeljövőben egy Európai Uniós csúcstalálkozóra kerül sor, és én úgy gondolom, hogy nagyban befolyásolhatja akár az országon belüli történéseket is az, hogy milyen döntések születnek. Látjuk azt, hogy az unión belül több értékrend vagy értékrendszer menti politizálás zajlik. Azt is látjuk, hogy adott esetben az Európa Unió alapértékeinek ellentmondó tagállami döntések is születhetnek, illetve nem az Európa Uniós normáknak megfelelő és törvényeknek megfelelő döntések születtek. Én úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy rövid időn belül az Unió lezárja a kérdéskört, és összhangban a joggal és az alapelvekkel és a történelmi hagyományokkal olyan döntés szülessen, amely megfelel az uniós normáknak. Egyébként veszélyezteti és nagyon messze tolja ki a problémakör megoldását. Köszönjük szépen. Tessék, itt volt azt hiszem a következő. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e tudni regionális megosztásban a petíciónak a támogatását. Tehát van-e olyan régió, ahol kiemelt vagy, ahol kiugrott az, hogy az emberek arányokban többen van a helyetnek, mint máskor? A helyzet az, hogy kimagasló számok érdekes módon Keleten és Közép-Szlovákiában voltak. Ez egy érdekes momentum, de el kell, hogy mondjuk, hogy mindenhonnan komoly érdeklődés volt. Tehát ezek, amiket említettem, a keleti, illetve a közép-szlovákiai régió, ezek kiemelkedőek voltak, de el kell, hogy mondjuk, hogy valóban az egész Dél-Szlovákia megmozdult erre a petícióra. Nem csak Dél-Szlovákiában, tehát érkeztek máshonnan is, ezt el kell, hogy mondjuk, de valóban az aktivistáink elsősorban Dél-Szlovákiában gyűjtötték. Hát, hadd ne sorolja az összes város, de valóban a teljesen szlovák lakta régiókból is érkeztek petíciós hívek, amiket aláírtak. Tehát Tapolcsánból például, Zólyomból, Bazinból, igen. Tehát valóban olyan településekről, ahol kimondottan szlovák nemzetiségűek élnek. És ott is aztán a aktivistáink jutottak? Nem, onnan érkeztek. Tehát ez postán érkezett. Így van, tehát postán beérkeztek ezek a petíciós hívek. Jelentő például azt, hogy azok a települések voltak különösen aktívak, ahol befogadó tábor van, menekült tábor.
Nem jellemző. Tehát nem, ugye 80 ezer fő magában messze több, mint azoknak a településeknek a lakóinak a száma, ahol valamiféle tábor van, tehát olyan hely, ahol adott esetben migránsokat fogadnak be. Ez is mutatja, hogy gyakorlatilag az összországos lefedettsége bír a petíció. Hozzá kell ott adjuk, hogyha átszámolnánk a választópolgárok arányába, akkor talán büszkén mondhatjuk, hogy minden ötödik magyar ember írta alá a petíciónkat, választóásra jogosult magyar emberről, én szó, tehát kiskorúakat nem beleszámítva, ami úgy gondolom, hogy egy fantasztikus eredmény. Jó, köszönöm szépen. Van még kérdés? Ha nincs...